Az a nagy helyzet, hogy dolgoztunk már egy csomót, és nem mentettünk, de az elején úgy kezdtük, hogy eleve elmentettük Collegium XL-es néven, tehát most már csak egy Ctrl-S-t nyomunk, vagy ide kattintunk, és el van mentve ekkor már is az állomány. Folytassuk. A minta második sorát a táblázat 29. sorában alakítsa ki. A D oszloptól az S oszlopig a cellák kövessék az első sor változásait, B29C pedig mindig a látható tartalmat gépelje be. Uram, atyám az égbe. Na hát akkor nézzük meg, hogy itt mi is van. Azt mondja, hogy aha, csoport a 29-esbe azt mondja, hogy ezt kell kialakítani. Csoport, létszám, és oda pedig végig ezeket a neveket kell beírkálni. Hát akkor hajrá! Tehát kollégiumi átlag alapja alá ide beírjuk, hogy csoport, ide azt, hogy létszám, ide pedig, ugye bolondok lennénk, azokat a szövegeket újra beírni, tehát megfogjuk, kijelöljük ezt az összes, amire szükségünk van. Nyomunk egy Ctrl-C-t, mert nehezen tudom kézzel odavontatni most, de nem egyszerűen Ctrl-V-vel azért, hogy hagyörüljenek, hanem csatolással fogjuk ide beilleszteni. A beillesztésből nyissuk le, és van itt egy ilyen, hogy irányított beillesztés, mert elközül a sok ikon közül a fene tudja, hogy melyiket kéne megnyomni, de ha az irányított beillesztésre kattintotok, akkor kaptok egy ilyen kis táblázatot. És mi nem minden, nem képletet, nem értéket, nem formátumot akarunk beilleszteni, hanem úgymond csatolva szeretnénk, ekkor a cellába nem az érték illesztődik be, hanem az, hogy melyik cellának a tartalmát akarom itt visszaköszönve látni. Na most a szépségbe fogok belehalni, úgyhogy nekiállok, és ezt úgy, ahogy van, az oszlop szélességét, bocsánat, először, vagy a sor szélességét megnövelem. Légy szíves! Nehezen mozog ez az Excel ekkora képernyőn, sajnos. Azt mondja, hogy megnövelem az oszlop magasságát, és innentől végig elforgatom függőlegesbe a szövegeket. Jobb egérgomb, cellaformázás, igazítás, és a szöveget függőlegesbe forgatom. A normál helyet középre igazítom, egyébként függőlegesen lent van. És már is úgy néznek ki a szövegeim, ahogy kellene. Ez a csoport létszámot, ezt ha jól sejtem, akkor meg vízszintesen középre. Itt is meg tudom tenni az igazításokat. Fönt a ikonok között, tehát a csoport létszám között. Jó. No, azt mondja, hogy olvassuk el tovább még egyszer, hogy mit is akar a feladat pontosan. Azt mondja, hogy a B29, C29-be és a T29 cellába a tartalmat gépelje be. Mi volt a T29-be? Csoportátlag, azt lemaradt. Nem baj, legalább lesz lehetőségünk megint valami csicsára. Csoportátlag, ez lemaradt. És ugye erre nem vonatkozik ugyanaz a formázás, de ha megfogom jobb egérgombbal a kitöltő négyzetet és áthúzom, és azt mondom, hogy kitöltés csak formátummal a menüből, akkor megkapja ő is ugyanezt a formázást.